Megkezdődött csütörtökön az esztergomi járásban a 89 év feletti idősek beoltása. Információink szerint 7 házi orvos kapott a Moderna nevű koronavírus elleni vakcinából. Szombaton az esztergomi kórház területén működő oltóponton folytatódik majd mintegy 300 idős beoltása. Ott úgy tudjuk, a Pfizer-BioNTech vakcinát kapják majd meg a 89 év felettiek. Online nemzeti konzultáció indul az újranyitásról, február közepén közölte Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön délelőtt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitó című rendezvényén. Ez a konzultáció értelmes, mert van vakcina, ha van védettség, akkor újra lehet indítani az országot. A vakcina kérdése nem politikai kérdés, tette hozzá. Megtisztítják Esztergomot a város határában lévő szeméttől a közfoglalkoztatottak a Tisztítsuk meg az országot program keretében. Jelenleg a Kenyérmező és Tokodaltárok közötti területen folyik a munka, a szemetet zsákokba gyűjtik, vagy kupacokba rakják, majd elszállítják.